Hosszú előkészítő munka után megnyílt Salgótarján család és karrier pontja az ILS-ben. A hivatalos átadásra június 12-én került sor, június 13-ától pedig heti 20 órában, ezekben az irodákban és közösségi terekben várják különböző szolgáltatásokkal, tanácsadással, képzésekkel a kisgyermekes anyukákat, családokat és a munkavilágába visszakapcsolódni vágyó hátrányos helyzetű érdeklődőket. A Szigál család és karrierpont kapcsán információs napot is tartottak. Körmendi Éva, szakmai vezető elmondta, az ILS a 90-es évektől nyelviskolaként, szakképző iskolaként működött. 2015-től a felnőtt képzésben és a munkaerőpiaci szolgáltatások terén lát el fontos feladatot. A család és karrierpont megnyitásával több fontos feladatuk lesz a jövő tekintetében, többek között az esélyteremtés a nők számára és a foglalkoztatás növelése. Foglalkoztatás növelése, azt gondolom, hogy nincs más út, tehát nem lehet elfogadni azt, hogy tanácsadó programjainkban találkozunk ilyen fiatalokkal, akik 20 évesek, és amikor megkérdezzük, hogy mik a céljaik, mit szeretnének elérni az életben, akkor azt mondják, hogy tulajdonképpen semmit, neki megvan a 10 osztálya, úgy gondolja, hogy ő már nem akar tanulni. Nagyon sok ilyen fiatallal találkozunk, aki 18-20 évesen egy-két gyereket, kisgyereket nevel, és nincs életcélja, tehát nem gondolkodik arról, hogy ő a munkaerőpiacra lépjen. Én azt gondolom, hogy ez óriási probléma ma, nem csak Nógrád megyében, hanem országosan. Tehát a munkaerőpiaci helyzetet a másik oldalról is egy kicsit javítani kell ahhoz, hogy ebbe a belépés valahogy biztosítható legyen, tehát a két oldal valahogy közeledjen egymással. A központban programok, rendezvények, kompetenciafejlesztő képzések kerülnek majd lebonyolításra. Utóbbival több mint 500 érintettet szeretnének elérni, így támogatva a munkaerőpiacra jutásukat. A kezdeményezés célja az is, hogy segítse a család és a munka összeegyeztetését, elsősorban az ezzel a problémával nap mint nap találkozó nők számára. Nők ebben a pillanatban nagyon sokszor választás előtt állnak, hogy vagy a család, vagy a munka. Nagyon nehéz ezt megvalósítani. Ennek a programnak célja, hogy ezeket a hidakat valahogy fölépítse, a munkáltatókat valamilyen módon érzékenyé tegye arra, hogy fogadják be ezt a helyzetet, ismerkedjenek meg a rugalmas foglalkoztatási formákkal, az osztott munkaidővel, és itt vár még akkor is, hogy sokkal nehezebb egy ilyen munkaerőt foglalkoztatni, mint sem kész profi embereket munkába állítani. A képzések, rendezvények és különböző szolgáltatások célcsoportja az anyukák, a szülők és a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók mellett a munkáltatók is. Körükben jelentős szemléletformálást terveznek, többek között a rugalmas munkaidő népszerűsítése is a cél. Lényegében sokan úgy gondolják, hogy ez a nők családok problémája, hogy hogyan talál megfelelő munkahelyet az ember. Ez a projekt felhívja a figyelmet arra, hogy ez bizony a cégek érdeke is. Ha itt munkáltatók ülnek, már pedig ülnek, tudják, hogy női munkaerőt nagyon nehéz foglalkoztatni, a női munkaerővel együtt dolgozni rendkívül nehéz, ugyanakkor a női munkaerőben olyan rejtett kincsek is vannak, amik úgy gondolom, hogy mozgósíthatók a mindennapok során, és megéri talán a cégeknek átgondolni azt, hogy talán atipikus formákat is lehet alkalmazni annak érdekében, hogy az ő saját céges érdekeik, a munkáltatói érdekeik is megvalósuljanak. Kovács Kamilla, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Nevében elmondta, országosan 71 ilyen és ehhez hasonló pont nyílik meg a nők támogatása érdekében. Célcsoportba tartozó nők, ugye a kisgyermeket nevelő anyák, vagy beteg hozzátartozót gondozó nők, ők az egyik célcsoportja ennek a programnak. A másik nagyon-nagyon fontos célcsoportja pedig maguk a munkaadók, mert hogy ezek a nők nem fognak tudni munkába állni és elhelyezkedni, csak abban az esetben, hogyha a családban betöltött nagyon fontos, sokszor pótolhatatlan szerepüket összetudják egyeztetni a munkavállalói szerepkörrel. A programon megszólaltak a konzorciumi partnerintézmények képviselői is, de szó volt még a női munkavállalók Nógrád megyei helyzetéről.